Azt tartja a bondás, ha a varjú károg, esőért károg. Ez a baloldalon annyiban módosul, ha a varjú nem éppen a köztévében hanyatfekve károg, akkor gazdasági összeomlásért károg. Csak hogy ez már büntetőjogi kategória. Már is kezdünk. Rémhírek. Rémhírterjesztő SMS-ek miatt indított eljárást a rendőrség. Hangfelvétel. A baloldal irányítja a tüntető álcivileket. Dollárok. Amerikai közpénzből indít akadémiát a Telex. Jó estét kívánok, ez a Vezércikk, a műsor, amelyből garantáltan senki senkinek nem küld fake news SMS-eket. M. Kovács Róbert vagyok, és már is mutatom, kik azok, akik ma este elmondják véleményüket, többek között az aljas akciókkal operáló zavarkeltőkről is. Ferenc Orsolya, aki arra emlékeztet, hogy a nagy bankbotrányok valamiért mindig a baloldali kormányok alatt voltak Magyarországon, és ez egyáltalán nem véletlen. El Simon László, aki arra figyelmeztet, hogy rendkívül felelősségteljesen kell pénzügyekben megnyilvánulni, és aki nem így tesz, az a hazájának árt, nem a kormánynak. És Kiszeli Zoltán, aki úgy látja, hogy a baloldalnak nem sikerült tavasszal megdönteni a kormányt a guruló dollárokkal, ezért most újabb és újabb módszerekkel próbálkozik. Jó estét, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát akkor kezdjük a mai nap talán legsúlyosabb hírével, amely rámutat, a jelek szerint a baloldal a hatalomért akár a legalávalóbb támadásokra is képes. Lássuk. Jelentős mennyiségű SMS-t szétküldve próbálnak rémhíreket terjeszteni a magyar ügyfelek körében. Az üzenetekkel arra akarják rávenni az embereket, hogy pénzüket, megtakarításaikat minél előbb vegyék ki a pénzintézetekből. Az akció végrehajtói vélhetően egy újabb forint elleni támadást próbálnak meg előkészíteni. Varjú László DK-s politikus ma délután lényegében a most terjedő SMS-ekével egybevágó címmel tart majd sajtótájékoztatót, ami ugyancsak azt a gyanút erősíti, hogy a dollárbaloldal áll az akció mögött. Én azt gondolom, hogy teljesen óhatatlan, hogyha valakinek az SMS kampány szóról mostanában minden azonnal a datadat jut eszébe. Éppen ezért ebben az ügyben valóban nagyon jó lenne, ha a hatóságok rendkívül gyorsan dolgoznának ebben a nyomozásban, és tisztán láthatnánk, mert ez a frontális támadás a magyar gazdaság és a forint ellen, amiben ugye Varjú László aktívan becsatlakozott, ez tényleg kissé mondhatjuk azt, hogy túlmegy minden határon. Volt ugye az SMS kampányuk a kampányban, ahol azt tudtuk meg, hogy Géza, ma van a nap, támadj, légy bátor, kelj fel. Te is kaptál? Én kaptam egyet valahogy, de az is ilyen magyartalan volt, de kódolhatatlan volt, hogy ezeket az adatokat honnan szedték. Tehát itt a datadatbotrány, guruló dollárok kapcsán azért már biztos, hogy van egy legalábbis kérdéses adatkezelési ügy és adatbázisépítési ügy a baloldalhoz köthetően, Bajnai Gordonhoz, a datadathoz és a többiekhez. Aztán itt volt ez a mizéria a benzin körül, ahol szintén egy felhetszelt SMS kampány során sikerült bepánikoltatott embereket rázúdítani a benzinkutakra, és most látjuk ezt az újabb kísérletet. Itt tényleg azt gondolom, hogy a hatóságoknak nagyon-nagyon szigorúan fel kell lépniük, mert ez elképesztő. Egyébként meg pont azt beszélgettük itt Zolival az adás előtt, hogy igazi nagy bankbotrányok a baloldali kormányzások idején voltak. Most ugye itt a Postabank jutott az ember eszébe, meg ilyesmik, tehát azért nem gondolnám, hogy ezek függetlenek egymástól. Ugyanakkor bármire is jut a rendőrségi nyomozás, azt pontosan tudjuk, hogy Varjú László ezeket a rémhíreket azért közhírré tétette, tehát világgá kürtölte. Azért azt gondolom, hogy itt is van egy bizonyos felelősség, amit meg lehet állapítani. Urak? Biztosan, hiszen ugye most egy olyan helyzet van, láttuk a benzinnél, amikor sokan pánikba estek, pánikvásárlás tört ki. Ugyanaz történt, mint májusban Angliában. Ott is ugye voltak nehézségek, nem tudták kiszállítani a depóból az olajat a benzinkutakra, és egy időbe átbillent, és egy pánikvásárlás tört ki Angliában idén májusban, amikor már tényleg nem volt üzemanyag, nem szoktak hozzá, és igen, ugye milyen rafinált ez a taktika, hogy pont pénteken terjednek ilyen SMS-ek véletlenül, biztosan csak, és és hogy az azt látjuk, hogy hétvégére ez a pánik ez elterjedhet. Tehát, hogyha nem sikerül tényleg időben megfogni, és ez egy felelős politikus az én szememben nem terjeszti, nem olajat önt a tűzre, hanem megnyugtatja az embereket, hogy igen, vannak problémák, hogy ők ezt tennék helyette. Tehát azt mondhatná, hogy igen, ezt látjuk problémának, a kormány ezt teszi, mi meg ezt javasoljuk helyette, és nem beleállna abba, hogy kvázi olajat önt a tűzre, és olyan nyilatkozatokat tesz, hogy olyan hangulatot terjeszt, mint hogyha indokolt lenne az SMS-eknek a tartalma, nyilván nem indokolt, és hát azt is látni kell, hogy nem tudták megdönteni tavasszal a kormányt a guruló dollárokkal, most próbálkoztak ilyen benzin, ugye ott is SMS-ek voltak, amik ugye írták, terjedtek SMS-ek, és hát most újból nekifutnak, azt kell látni, hogy sajnos az elkövetkező időszakban feltétlenül több ilyen próbálkozás lesz, nem csak az üzemanyagnál vagy a forintbetéteknél, hanem másnál is, ezért kell... Talán a cukorral is. Igen, stratégiai nyugalomra van szükség, én azt gondolom. Egyébként Kocsis Máté ugye még a Varjú-féle sajtótájékoztatót megelőzően bejelentette, hogy ha ezt meglépi Varjú László, akkor kezdeményezni fogja, hogy a parlamentben minden tisztségétől fosszák meg őt. Ugyanakkor a bejelentés után a Magyar Nemzeti Bank viszont már azonnal reagált, hogy büntető feljelentést tesznek emiatt a bejelentés miatt is. Tehát, hogy itt tényleg rendesen áll a bál azért most. Hát ha már a Nemzeti Bankot szóba hozod, láttuk a hét elején, hogy a Nemzeti Bank elnökének lehetséges meghosszabbítása körüli polémiában, amit ráadásul a kormánypártokon belül zajlott, annak milyen súlyos következményei tudtak lenni az árfolyamra, egy másodperc alatt. Tehát ebből az látszik, hogy rendkívül felelősségteljesen kell megnyilatkozni minden pénzügyi kérdésben, és hogy nem, halálos bűn rémhíreket terjeszteni, aki ilyeneket tesz, az a saját hazájának árt. Ezt nem értik meg néhányan az ellenzéki képviselők közül, szerintem a brüsszeli politizálásnak is ez a rákfenéje, hogy amikor ők azt gondolják, hogy a Fidesznek vagy a kormánypártoknak okoznak kárt, akkor valójában ez nem így történik, hanem a saját hazájuknak okoznak súlyos kárt, vagy adott esetben versenyhátrányt. És hogyha ez így van, ahogyan hallottuk, akkor szerintem teljesen igaza van Kocsis Máténak, egy olyan képviselő, aki felelőtlenül az esküjével ellentétesen, a képviseléskével ellentétesen rövidtávú politikai haszon érdekében feláldozza az országának az érdekeit, vagy odadobja az országnak az érdekeit, az méltatlan arra, hogy a parlamentben tisztségeket viseljen. Ha már felelőtlen politizálásnál tartunk, akkor az sem túl felelős magatartás, hogy a baloldali politikusok tanárokat és diákokat küldenek utcára maguk helyett, és hogy ez most mennyire így van, ezt tökéletesen lebuktatta Tordai Bence, és hát hadd beszéljek haza egy kicsit, ugye egy nálunk landolt felvétel az, ami ezt maximálisan bizonyítja, mutatjuk. A Hír TV birtokába került hangfelvétel bizonyítja, hogy baloldali pártok állnak a pedagógus tüntetéseket szervező Tanítanik mozgalom mögött. A hangfelvétel azt bizonyítja, hogy Tordai Bence adott tanácsokat az álcivil mozgalomnak arra, hogyan kezeljék a hétfői parlamenti botrányukat, mit mondjanak az újságíróknak. A Hír TV megvizsgálta a Tanítanik mozgalom honlapját. Kiderült, üzemeltetője a Gulyás Márton által létrehozott Humán Platform, az adatokat pedig adatkezelési tájékoztatójuk szerint több másik amerikai szervezet mellett adat-adat kezeli. Hát Tordai Bence ezt a kérdést megint úgy kezelte, azt hiszem, hogy olyan finomsággal, mint a háza felújítását nagyjából, és körülbelül az is lett az eredmény, de nekem sokkal érdekesebb az, hogy itt megint feltűnik adat-adat. Hát én azon nem foglalkoznék, azt elmondjátok, mert azt már kívülről tudjuk. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy itt a Tordai Bence jelenség, meg a viselkedés mögött mindig ugyanazt a gesztust látjuk, ezt önfelmentés gesztusát. Tehát, hogy ők mindig valamilyen olyan erkölcsi pozícióba helyezik magukat, ahonnan ők bármit megengedhetnek. Tehát nem is arról van már szó, hogy a cél szentesíti az eszközt, hanem ők azért, hogy ezt az antidemokratikus kormányzatot megdöntsék, ők fogalmaznak így, antidemokratikus kormányzatot megdöntsék, ezért minden ténylegesen antidemokratikus eszközt is megengedhetnek maguknak, és ez alól egyébként a kettős mérce egyértelműen ez is, tehát hogy az ennek a következmény alól fölmentik önmagukat, mert hogy hát ők csak azért teszik, hogy megszabaduljunk végre ettől az antidemokratikus hatalomtól. Tehát ez nonsens. Az ő logikájuk valójában hitelteleníti a cselekedeteiket, illetve pontosabban a szándékaikat hiteltelenítik. Most mindezeken túl, ugye az is a probléma ebben, hogy A társadalomnak egy jelentős része aggódva és együttérzéssel, köztük a kormánypárti képviselők egy jelentős része is, aggódva és együttérzéssel figyeli a pedagógusoknak a problémáit. Elmondták ők is, mi is elmondtuk a stúdióba, a magyar pedagógus társadalom alulfinanszírozott, segíteni kell nekünk, nagyobb társadalmi megbecsülést érdemelnek. Na de mindeközben, hogyha az ellenzék a maga politikai céljaira használja ki a pedagógusoknak a jogos kéréseit is, akkor árt a pedagógusoknak, árt a pedagógusok ügyének, hogyha gyerekeket visznek ki, hogyha az egész tüntetést egy direkt politikai irányba terelik, amely nem arról szól, hogy a pedagógusok jogait érvényesítsék, hanem arról, hogy a kormánypártokat hiteltelenítsék, akkor ez az eredeti céljától eltérően valójában egy fontos ügynek és a magyar oktatásügy rendbetételének árt. Csak kiegészítve, amit elmondtál, az a viselkedés, amit te számon kérsz, az a marxista-bolsevik viselkedés. Tehát ez az élcsapat a maga által ácsolt morális talapzaton áldogálva gondolja azt, hogy mindenki mással azt tehet, amit akar, eladdig, hogy a történelem során egy csomószor az ellenfél fizikai likvidálásától sem riadtak vissza, tevékenységüket egy közel 100 millió halott szegélyezi a marxizmus rögös útján. Ők kommunisták, és kommunista tempóból látjuk ezt a fajta viselkedést, amikor bármit megtehet, mert az általa elképzelt világot már pedig tűzzel, vassal, vérrel meg fogja valósítani. A pedagógus ügyéhez pedig csak kiegészítőleg annyit tennék hozzá, hogy ezek után, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy ez az álcivil PSZPDS konglomerátum, ez a magát szakszervezetnek feltüntető politikai nyúlványa valamely pártoknak, politikailag motiváltan abból a célból teszi, amit tesz. Nem az a célja, hogy a tanárok valós problémáival foglalkozzon, mert akkor tárgyalnának és megoldást keresnének, hanem az a célja, hogy megbuktassa az Orbán kormányt. És egy feszültséget keresen. Hát, hogy megbuktassák az Orbán kormányt. Mint látjuk, ugye a guruló dollárok miatt kinek az érdekében dolgoznak, ez is egy nyitott, vagy már egyre kevésbé nyitott kérdés. És az a helyzet, hogy erre a kérdésre, amikor a társadalom megkapta ezt a kérdést, április 3-án, akkor egy egyértelmű választ adott. Nem szeretnék megbuktatni az Orbán kormányt, hanem felkérték egy kétharmados folytatásra. A pedagógusok felé is tisztességes lenne ezután, a hangfelvétel után feltenni azt a kérdést, hogy ön, mint tanár, azt szeretné, hogy az ön nevében tárgyaljanak a kormányon, hogy a helyzetét megoldják, és a valódi problémáit megoldják, vagy ön azt szeretné, hogy az Orbán kormány megbukjon, és helyette Gyurcsány Ferenc, Tordai Bence és még Vadai Ágnes vegye át a Magyarország kormány rúdját. Na, ezt a kérdés nem biztos, hogy a tanárok ilyen hatalmas nagy támogatással részesítenék előnyben. Zoli? Már amikor elkezdődtek ezek a tüntetések, akkor is egyrészt emlékeztettünk a korábbi példára, ugyanez már eljátszódott. Akkor volt, ami Nagy Blankának hívták, nem, most más neve van, most már ugyanez a kasztingolás zajlott, azóta az a lány már külföldön, már járt minden pártban, ott hagyott minden pártot, már az országot is itt hagyta, senki sem emlékszik a nevére, tehát ugyanez már volt. És ugyanúgy ezek a baloldali pártokat, a tanárokat, meg a diákokat tolták maguk elé, mint ahogy most is erről már beszéltünk. És igen, most kiderült, hogy ezeket a tüntetéseket, hogy a baloldali politikusok segítik, ugye szereznek nekik belépőt a parlamentbe, hogy megzavarhassák a parlamentnek a munkáját, akkor le kell tagadni, halljuk a tippet ugye a hangfelvételen, hogy ne mondja azt, hogy műszaki probléma, technikai kérdés, ne beszéljetek róla, ez az egyik része. Igen, azt látjuk, hogy ezek a magukat függetlennek, vagy civilnek, vagy szakszervezetnek mondó szervezetek, nézzük meg, hogy a tüntetéseiken kik szerepelnek. Azt mondják, hogy ők civilek, nem politizálnak. Ott van Karácsony Gergely főpolgármester, aki felszólal. Ott van ez a noár mozgalom, nem is értem, hogy miért engedik őket a szakszervezetnek, ha magukat szakszervezetnek tekintik a színpadra, akik politizálnak és kőkeményen azt mondják, hogy Orbán Viktor rendszerének a megbuktatása a céljuk. Tehát milyen civil tüntetés az, ahol politikusok és olyan mozgalmak szerepelhetnek egy színpadon a magukat civilnek vagy szakszervezeti érdekképviselőnek mondó emberekkel, akik kőkeményen politizálnak. Tehát itt látszik az, hogy ez nem egy szakmai, nem egy érdekvédelmi mozgalom, hanem egy politikai mozgalom, és igen, látjuk, hogy mint a pártokat tényleg, hogy Orsi mondtad, hogy az emberek tavasszal ugye elküldték melegebb égtájakra, sőt azóta tovább csökkent még a támogatottságuk, azóta pártolnak el a szavazók, hogy Gyurcsány Ferenc veszi át a baloldal vezetését, úgy csökken a támogatottságuk, és ezt próbálják máshogy guruló dollárokkal, külföldi befolyással, brüsszeli befolyással, és még egy utolsó szempont, Tordai Bence, akit jó tanácsokat ad az által előre küldött embereknek, hogy hát inkább azért kéne lobbiznia, hogy a többi baloldali pártnak a brüsszeli képviselői az Európai Parlamentben ne olyan nyilatkozatokat írjanak alá, mint tették ezen a héten, hogy Magyarország Magyarország ne kapja meg a pénzeket, hanem pont azért kéne lobbizniuk, hogy Magyarország megkapja a Magyarországnak járó pénzeket, és ebből többek között ki lehessen fizetni a tanároknak azt a pénzt, ami a jövő évi fizetésemelésükhöz ebből az uniós pénzből járt. Tehát igazából pont ellentétesen cselekszenek, és nem azt csinálják, amit a logika diktál, amit a tanárok érdeke diktálna, hanem megint, ahogy mondtátok, egy zavarkeltésben érdekeltek, az emberek nem szavaznak rájuk, hát most újabb eszközöket keresnek, rémhíreket terjesztenek, meg másokat tolnak maguk elé. Sokszor egyébként nagyon elegánsan elmentetek az adat mellett, de azért én kötném az ebet a karóhoz, mert hogy a baloldalon minden mögött most már úgy tűnik, hogy ez az adatszerző társaság áll, és az, hogy a tanítalék mozgalom mögött is, az tovább erősíti azt, hogy itt szó sincs civilekről, ez egy hálózat része, nem? Jó, de ez szerintem nem kérdéses, hogyha azért kell erről beszélgetnünk, hogy azok is meg tudják, akik még nem látták a műsort, akkor megismételhetjük. Tehát ez teljesen egyértelműen látszik, hogy részben ők szervezik, részben pedig a más alapokon szerveződő, eredetileg akár még civilnek is indult mozgalmakra is rátelepszenek abban a pillanatban, hogy meglátják bennük azt az esélyt, hogy lehet ezzel támadni a jelenlegi polgári kormányzatot. Tehát ez egy valóban egy klasszikus ilyen kommunista hálózatszervezési logika mentén létrejövő és működő dolog. De hát ez nem újdonság, mert gyakorlatilag azt láttuk a Soros Alapítvány működésénél is a 80-as évek végétől, mióta megjelent Magyarországon, hogy szondáztatott bizonyos köröket, meg csoportokat, és hogyha támogatás formájában azt mondta, adunk nektek támogatást, és hogyha nem váltották be a hozzájuk fűzött reményt, akkor következő évben vagy 2 év múlva nem kaptak támogatást, és egy olyan listára kerültek, hogy ezek nem a mieink, meg nem is lesznek a mieink, nyilván a politikai alapon, és akkor nem adtak nekik. Ebben az a durva, hogy nagyon fontos művészeti kezdeményezések, szociális programok és a többi estek így ki abból a támogatotti körből, amelyek egyébként az értékteremtő munkájuk alapján megérdemelték volna a magán támogatási rendszerből és a finanszírozást, és ez önmagában leleplezte ennek a finanszírozási rendszernek és hálózatosságnak a végső célját, ami meg egyértelműen politikai. Kicsit maradjunk még mindig a guruló dollároknál, mert hát nem csak a baloldali politikusokhoz, hanem a jelek szerint a baloldali lakálymédiához is begurulnak ezek a bizonyos dollárok, hát nem is kevés, lássuk csak. Újabb fontos lépés történik a Telex életében. Elindul az oktatóközpontunk, a Telex Akadémia, ahol a következő években különböző képzéseket kínálunk majd az érdeklődőknek a média legkülönfélébb területeiről. Számol be a portál csütörtöki cikkében. A portál főszerkesztője, Dúl Szabolcs a cikk végén megemlíti, miből fogják ezt finanszírozni. A projektet az amerikai DRL, a Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyek Hivatala több mint 740 000 dollárral, majdnem 300 millió forinttal támogatja. A DRL a washingtoni külügyminisztérium egyik szerve, amely az amerikai adófizetők pénzéből működik. Én azt gondolom, hogy ennél nyilvánvalóbb már csak akkor lehetne, hogy kinek az érdekeit szolgálja a nagyon független, objektív Telex Magyarországon, hogy egyébként ezt a cikket például, nem tudom, David Pressman, amerikai nagykövet tiszteletbeli főszerkesztő írta volna alá. Hát ezt nem is kell különösebben kommentálni, ez annyira ölelepező, hogy én inkább azt mondanám, mint hogy éppen tegnap a Nemzeti Múzeum 200. születésnapján is elmondtam, hogy mennyire fontos az a programunk, hogy legyen a kultúra támogatása polgári erény, hogy ezt az erkölcsi dilemmát, amelyet itt minden bizonnyal nap mint nap megküzdenek a Telex szerkesztői is, hogy miközben függetlenek, és miközben kritikusok, és intelligensek, és minden, aközben jól jön ez a kis 300 millió forint egy ilyen programra, amelyben lehet képezni az utánpótlást, hogy hát adják oda a Nemzeti Múzeumnak, hát a haza nagy és legrégebbi intézményének jó helyen lesz nálunk, minden civil támogatásnak örülünk. Szerintem a kormány se fogja kifogásolni, hogyha Amerikából támogatják az ország legnagyobb kutatási intézményét. Ígérem, hogy jó célokra sok-sok muzeológus kiváló továbbképzésére fogjuk fordítani. Valószínű. És miért azt gondolnák a tévénézők, vagy akár ti is, hogy cinikus, véget csöppet sem. Őszintén mondom, örömmel fogjuk fogadni a támogatást. Valószínűleg az a baj, hogy ezt azért nem tudják megtenni, mert az utalás közleményében ott volt, hogy kormányváltásra. meg a jelentkezők is talán a független objektív újságírás örve alatt azért tudták, hogy mire vállalkoznak. Ilyen volt már ilyen, tehát ezért teszünk különbséget egyébként az USA között, ami egy baráti szövetséges ország, és a Deep State között, ami most jelenleg uralja a Fehérházat és a Külügyminisztériumot, volt már ilyen. Tehát, hogy a korábbi témáknál is beszéltük, volt már ilyen. Ugye az előző amerikai baloldali kormányzat, Obama kormányzat is akart adni, akkor 200 millió forintot akartak adni a vidéki újságíró hálózat erősítésére, és amikor Trumpék kerültek a Fehérházba, és Mike Pompeo volt a külügyminiszter, akkor annyit sikerült ezen változtatni, hogy nem csak Magyarországra tolták ezt a propagandapénzt, hanem a régióba, tehát hogy Magyarországra kevesebb jutott. Most is csak reménykedhetünk, hogy majd az amerikaiak bölcsessége megint a republikánusokat juttatja 2 év múlva a Fehérházba, és akkor megint sikerül ezt a fajta durva beavatkozást, amit a Soros Györgyhöz köthető demokraták és a Deep State csinálnak, nem az amerikaiakkal van baj, hanem Soros Györgyel és a Deep State-tel, és Pressman ezeknek a nagykövete. Hiába amerikai nagykövet, mégis egy olyan ember jön ide, aki ezeket csinál, és most úgy látszik, hogy ő kevés volt, próbálkozott ilyen vicces képekkel, a legutóbb még sálat is rakott ki magára, ilyen foci sálat a Twitteren, tehát ő kevés, úgy látszik, és ezért tolnak most még több ilyen Deep State intézményt ide, és próbálnak még több intézményt fölépíteni, mert de egyet értsenek meg ezek a Soros-féle hálózatok. A magyar emberek nem kérnek a háborújukból, mert mindig azt hozzá kell tenni, és ez a legfontosabb. Ezek az emberek háborúba akarják vinni Magyarországot, a frontra akarják küldeni az embereket, mint ahogy nyugaton is ezzel próbálkoznak. Ez nem sikerült, Zelenszkij mindig próbálta, most azért csinálják ezt, hogy Magyarország is a háború párti oldalra menjen át, az a vége mindig, hogy háborúba akarják sodorni az országot, és ezre kell vigyáznunk, ezért kell figyelmeztetni mindig az embereket, hogy jól döntöttek tavasszal, most is figyelni kell, mert még háborúba akarják vinni az országot. Nem sikerült, mindig próbálkoznak, mindig is fognak próbálkozni, nagyon kell figyelnünk, ezek a Deep State körök azt akarják, hogy Európa vegye át a háborút tőlük, mert ők most ezzel már nem akarnak foglalkozni, és miután Magyarország egy alternatívát kínál, ezért ölnek ennyi pénzt az amerikaiak helyett ránk, a balliberális struktúrákra, propagandájukra költik a pénzt, nem az amerikai családokra, mert a háborúba akarnak minket belesodorni. Egyébként, hogy mennyire nem Amerika, hanem a Deep State, ha jól emlékszem, akkor a Telexnél korábban volt egy másik, egy gyakornoki program, amelyet pedig az Egyesült Királyság és a Holland Királyság nagykövetsége támogatott. Volt itt már Szabad Európa rádió újraélesztése, akkor a Deutsche Wellének a különféle műsorkészítési metódusai. És az a helyzet, hogy borzasztóan kritikus ponthoz értünk ebben a bizonyos parazita állam vagy Deep State működésben, mert hogy ez a középkorban is így volt, a Fuggereket hoztam fel valamikor példának, ahol ő nekik saját hírszolgáltatásuk volt, ne felejtsük el, hiszen az információ az hatalom. És ugye két módon, egyrészt szerez információt, hogy te jól legyél tájékozott, az általad megszerzett információ legyen pontos, és lásd tisztán, másfelől viszont zavard meg azt, akit az ellenfeled vagy akit uralni szeretnél, azoknak pedig dezinformálj. És ugye a dezinformációs hálózat működése, ez a bizonyos globális média, a Twitter gyönyörű szépen feltárul előttünk Elon Muskéknak köszönhetően, hogy miféle elképesztő hatalom volt a kezükben a dezinformáció terjesztésére, illetve a Fox News most arról készített műsort, hogy 253 ponton is be tud avatkozni Soros György és a hozzá csatolható különféle hálózatok, a világ, a globális média világba hírszolgáltatókon keresztül. A kampányban pedig arról hallgathattunk különféle hangfelvételeket a Magyar Nemzet jóvoltából, hogy egész komplett hírszolgáltatás, ilyen hírláncok üzemelnek a szerkesztőségek között, ahol egy hírt vagy egy álhírt végig lehet futtatni. Ezért van ez az újabb és újabb kísérlet, nem is fogják abba hagyni. Egyetlen dolgot tudunk tenni, hogy Magyarországon a pluralitást fenntartjuk a sajtóban, ez egy plurális sajtó, itt nagyon sok hangot lehet hallani, most például a miénket is. Ezt a műsort nem lehetne Németországban például adásba tenni, azért, mert eltér a baloldali, szélső baloldali narratívától. Még egy ok, hogy örüljünk annak, hogy ide születtünk. Az elmúlt hónapokban azt gondolhattuk, hogy ha valaki az Európai Unióban bármit is megvétóz, az egy európai érdekek ellen elkövetett rút bűncselekmény, de hát most nagyon úgy tűnik, hogy ez nem az, hanem a normális jogállapot, hiszen Ausztria egyedüliként vétózta meg Románia schengeni csatlakozását. Lássuk csak! Nicolae Ciucă román miniszterelnök csütörtökön a bukaresti kormánypalotában adott televíziós nyilatkozatban reagált arra, hogy Ausztria vétója miatt az EU bel- és igazságügyi tanácsa elutasította Románia csatlakozását a határellenőrzés nélküli schengeni térséghez. A mai döntést nem érdemeljük meg, sajnáljuk, de ez motivál az erőfeszítések folytatására, jelentette ki. A kormányfő mélységes csalódásának adott hangot amiatt, hogy nem alakult ki konszenzus a schengeni bővítésről. Na most akkor az Európai Uniós vétő vagy egy működő intézmény, és nem egy ilyen Orbáni kekeckedés, vagy azt jelenti, hogy holnap Ausztria ellen is jogállamisági eljárás indul. Biztos, hogy nem fognak, de inkább maradjunk magánál a ténynél. Tehát én évente 8-10-szer utazom Erdélybe. Az az igazság, hogy egyrészt a szívem szerint azt kívánnám, hogy ne legyen schengeni határellenőrzés, hogy mindenféle bonyodalom nélkül tudjunk a két ország között a saját nemzetrészeinkkel kapcsolatot tartani, de a másik oldalon meg az ember látva az állapotokat, a közállapotokat, a határon az autókat és sok minden mást, megérti az osztályoknak a vétóját. Tehát nyilván Magyarország ezt nem tehette meg, hiszen a mi esetünkben a nemzet összetartozása minden fölülír, de teljesen logikus az osztályoknak a lépése. Hozzáteszem, nem kellett volna olyan finnyásnak lenniük akkor sem, amikor Magyarország kerítést épített, ennek is súlyos következményei lettek. Úgy látszik, hogy a reálpolitika fele közelednek a sógorok is. Jó reggelt kívánunk! Hát inkább ez a kettős mérce, ami engem zavar, nyilván most bele nem menve konkrétan abba, hogy egyik vagy másik ország esetében milyen döntés születik, önmagában az, hogyha Magyarország él az egyébként az alapszerződésben adott jogával, és bármely ügyben vétót gyakorol, akkor az skandallum, és Ferhofstadt mindenféle kígyót, békát, mocskot köpködhet ránk Brüsszelből, de hogyha egy másik ország egy másik ügyben él a vétójogával, az meg hát természetes, hát hiszen ugye az Európai Unió alapszerződésének ez a lehetőség a része. Hát ez már hány ingerkeltő. Főleg a független objektív sajtóban hiányolom azokat a cikkeket, amiket te is felvetettél, hogy akkor most az osztrákokat miért nem hordják le úgy, ahogy a magyar kormányt lehordták. Egyébként egy utolsó rövid gondolat, hogy a konszenzus kényszer egy demokratikus eszköz, ugyanis pont a konszenzus felé tolja a politikát, hogy egyezzenek meg. Nyilván mindenkinek engednie kell, egyik fél sem fogadtathatja el teljesen az érdekét, de a konszenzus kényszer az ott van az egyhangúságban. A 60-as években ugyanilyen viták voltak egyébként, de Gaulle akkor ugyanezt csinálta, ott egy kompromisszummal végződött, a luxemburgi kompromisszummal, hát most még sajnos nem vagyunk ott, de hogy ilyenek vannak, ez azt mutatja, hogy konszenzus kell, erről szól a demokrácia. Nálunk viszont azt hiszem, hogy teljes az egyetértés, azt hiszem abban is, hogy lejárt az első részre szánt műsoridőnk, úgyhogy most tartunk egy pár perc szünetet, de utána visszavárjuk nézőiket, mégpedig a következő izgalmas témákkal. Ellentmondás. Minden idők legnagyobb bevétele várható idén Ferencvárosban. Pazarlás. Óránként 100 000-ekért égnek a lámpák a lezárt Lánchídon. Ellentmondás. Minden idők legnagyobb bevétele várható idén Ferencvárosban. Pazarlás. Óránként 100 000-ekért égnek a lámpák a lezárt Lánchídon. Jó estét, folytatódik a Vezércikk Ferenc Orsolyával, Kiszeli Zoltánnal és El Simon Lászlóval. 2019 óta más sem hallani a baloldali vezetésű fővárosi kerületektől, mint hogy a kormány kivérezteti őket. Na akkor lássuk, hogy hogyan híznak a 9. kerület bevételei a kivéreztetés alatt. Mutatjuk. Baranyi Krisztina korábban többször hangoztatta, hogy elvették tőlünk az IPA felét. Ferencváros tegnap elfogadott 2023-as költségvetési tervében pedig 40%-kal magasabb iparűzési adóbevétel szerepel, mint a 2022-es előirányzat volt. A kormány úgy vette el a kerülettől a pénzt, hogy közben minden idők legnagyobb bevétele, közel 6 milliárd forint várható idén, jövőre pedig még ennél is többet, 7,2 milliárd forintot terveznek. Nagyon örülök, hogy ti vagytok itt, és elmondhatjátok nekem, hogy ez hogyan lehetséges, mert Baranyi Krisztina nyilván nem válaszolna a kérdésemre. Hát hogy ne, hiszen ő megmondaná, hogy ki az újságíró, és ki nem, és melyik média felület számít újságírásnak, és melyik nem. Én is meg tudnám mondani, hogy melyik kerületvezetés valaha számít annak. Igen, tehát itt az a szomorú, egyébként Józsefvárosban ugyanígy egy rekord költségvetési főszeggel tudtak gazdálkodni idén, ha jól emlékszem, 35 milliárd forinttal, ami kiemelkedően magas volt, és mégis minduntalan sarcolják a lakosságot, például teljesen indokolatlanul be akarnak vezetni január 1-től egy olyan plusz parkolási díjat a lakóknak, ami bizonyos körzetekben ez 30 000 forintos növekedést vagy összeget is elérhet, ami egy óriási teher, amiért semmit nem kapnak a lakók, tehát az életük egy picit sem lesz könnyebb, de hát miért ne sarcolják meg őket, ha lehet. Hát ez az a fajta idézőjeles városvezetés, mert városvezetésnek nagyon nehéz lenne nevezni, amikor abszolút nem foglalkoznak azzal, hogy milyen problémák vannak valójában egy városban, és azt hogy kéne megoldani, viszont mindenért a kormányra mutogatnak, ez egy technológia náluk, ez a kommunikációs technikájuk, mindig minden rosszért a kormány a hibás, ők soha semmiről nem tehetnek, ezt Karácsony ipari méretekben űzi a 2 milliós fővárosban, és a haverjai is a kerületekben, igen. Urak, egyetértetek? Igen, ebből a képletből mindig kimarad, hogy mennyi pénzt hagytak a fideszes polgármesterek ezekre a baloldali önkormányzatok, hogy a fővárosnál tudjuk, ugye, hogy nagyjából 200 milliárd forint volt az a vagyon, ami a főváros rendelkezése, hát így adták át a kasszát, de ezt Megyesi Péternél is tudtuk már, ugye ott is ugye 2002-ben tele volt a kassa, aztán ugye mindig mondták, hogy nem volt, pedig volt. Ugye. Tehát azt látjuk, hogy a jobb oldal mindig ugye megtakarít, mindig felhalmoz, és a baloldal meg mindig ugye elkölti ezeket a pénzeket, vagy mindig a végén üres a kassa, vagy adósságba fordul át, és igen, tehát ezt a részét nem teszik hozzá, sírni tudnak, várost vezetni nem annyira, hiszen láttuk a fővárosban, hogy például 3000 kukát leszereltek, ugye csökkentették a szolgáltatásokat, és közben pedig ugye mindig panaszkodnak, tehát én azt láttam, tegyük hozzá a másikat is, és még egy szempont, hogy igen, az iparűzési adó ugye a főváros, az önkormányzatoknál van, és hogy van bevételük, erről nem nagyon szoktak beszélni, mindig csak a sirámok jönnek. Tehát az oldalnak az élménynek a két oldalát kéne megmutatniuk, hát akkor lennének jó politikusok, hogyha ezt megtennék, és azt mondják, hogy igen, vannak problémák, de ennyi bevételünk van, erre meg erre költünk, ennyi a hiány, de akkor látnák a polgárok, hogy bevétel is van, nem csak feladat. Laci? Nem nagyon emlékszünk már rá, pedig nagyon fontos dolog, hogy 2010-ben, amikor a Fidesz hatalomra került, akkor Magyarország szinte majdnem valamennyi önkormányzata teljesen volt adósodva. És akkor volt egy komoly konszolidáció, amelynek eredményeképpen az állam átvállalta az összes önkormányzati adósságot, mindegyiket, kivétel nélkül. Kerületét, fővárosét, vidéki városok, sőt a megyei önkormányzatoknak az adósságát. És aztán volt egy olyan intézmény átstruktúrálás, amelynek eredményeképpen számos önkormányzat jelentős állami vagyonhoz jutott hozzá ingyen. Ezeket nem nagyon szokták felemlegetni, amikor pedig kitört a Covid-járvány, akkor a veszélyhelyzeti rendelkezések keretében döntött tudja a kormányzat, érthető módon, hogy nagyobb terhet rak az önkormányzatokra, illetve elvárja tőlük azt, hogy a terheknek a finanszírozásával ők is vegyék részüket. Ezért történt az, hogy az iparizési adónak egy részét a kormány nem hagyta ott az önkormányzatoknál. Azt se felejtsük el, hogy ugyan az önkormányzatok szedhetik be az iparizési adót, de ezt az adórendszert magát az országgyűlés fogadja el, tehát az állam az, amelyik rendelkezik az adórendszer egészéről, évente elfogadja az országgyűlés az adótörvényeket, és az állam határozza meg azon adócsoportoknak a körét, amelyeket a helyben a helyi önkormányzatok beszedhetnek. Tehát igazság szerint ez nem egy ilyen abóvó meglevő dolog, hogy ez így jár, hogyha az állam rákényszerül, rászorul arra, hogy ilyen módon segítse ki a saját költségvetését, szerintem ez akceptálható, és az önkormányzatoknak nem csak azokat kéne fölemlegetni, amiket mondtál, hanem ezt is oda kéne tenni a méregnek a másik serpenyőjébe, hogy bizony, mi nagyon nagy tehertől szabadultunk meg. És még egy, hát nyilvánvalóan a jó gazdasági környezet az, amelyik lehetőséget teremt arra, hogy nagyobb bevételre, nagyobb helyi adóbevételre tegyenek szert az önkormányzatok, ha jól működik a gazdaság irányítása, ha jó az a képessége a kormányzatnak, hogy a vállalkozásokat ide vonza, és egyébként Magyarországon minél nagyobb érték termelődjön, annak az eredménye az iparüzési adó, amiből az önkormányzatok tudnak gazdálkodni. Tehát Mielőtt valaki azt gondolja, hogy ez csak a kerületeknek az érdeme, hogy nagyobb az adóbevételük, nem. Ez az egész államháztartásnak, vagy a gazdaságpolitikának az érdeme. És ezt tegyük hozzá ahhoz, amit mondta, hogy is lett ilyen marha nagy adóssága az önkormányzatoknak? Úgy, hogy Gyurcsányék feladatokat egyre másra nyomtak rá az önkormányzatokra, lásd az iskola fenntartást, oktatási rendszert, egészségügyi feladatokat kaptak folyamatosan az önkormányzatok, de nem kapták meg mellé a szükséges költségvetési forrásokat. Magyarul törvény által előírt kötelezettségük volt például az iskola rendszernek a fenntartása, és így tovább, és a forrás oldalon pedig nem jött meg az a szükséges összeg a költségvetésből. Tehát ez a baloldali kormányzásnak az egyik idézőjelbetett eredménye volt, hogy 2010-re, ugye ahogy mondtad, Laci, gyakorlatilag teljesen eladósodott. Sőt, a helyzet, bocsánat, ennél még rosszabb volt, ugyanis az történt, hogy 2006-ban, ugye amikor az összödi beszéd körüli botrány kirobbant, a Fidesz tarolt az önkormányzati választásokon. A megyei önkormányzatok egy kivételével mind narancsárgák voltak, és a települések zöme is narancsárga lett. És ezért büntették az önkormányzatokat. Például, ami példátlan volt, ugye, hogy megszüntették a kulturális normatívát, hogy egy kicsit a saját területemről beszéljek, miközben az alkotmányban és jelenlegi alaptörvényben is kötelező feladatként van rögzítve a kulturális feladatellátás az önkormányzatok számára, és ezt egyébként az állam, mint hogy kötelező feladatként írja elő, finanszírozza is, normatív alapon, tehát lakosság szám arányosan ad hozzá pénzt. Ezt a kulturális normatívát eltörölte a Gyurcsány kormány, 2010-ben állította vissza az Orbán kormány. Tehát ez nagyon nagy veszteséget okozott, miközben egyébként a lakosság, az emberek joggal várták el azt, hogy tartsanak fönt könyvtárat, művelődési házat és a többit egy településen. Azzal nem voltak tisztában az emberek, hogy, hogy a nagy nehézség az adósságjavrész azért van, mert a kötelező feladat mellé nem járt állami szubvenció. Ha már Orsi az előtt felvetette, hogy lehet-e egyáltalán a városvezetésnek nevezni azt, amit a baloldal Budapesten csinál, akkor szerintem ide illik a következő hírünk, amelyből kiderül, hogy Karácsony Gergely ugye bejelentette, hogy nem lesz díszkivilágítás a fővárosban. Hát úgy tűnik, hogy ez a Lánchídra nem vonatkozik, még nappal sem. Mutatjuk. Miközben takarékosságra hivatkozva a főváros idén nem kapott karácsonyi kivilágítást, a riposzt felvételein jól látható, hogy a lezárt Lánchíd fényárban úszik. A portál cikke szerint a félkész hídon több mint egy hete folyamatosan ég mind a 32 háromágú lámpa, azaz minimum 96 izzó fogyasztja az áramot 24 órán át. A jelek szerint Karácsonyék a Lánchíd esetében nem aggódnak az energiaárak miatt. A riposzt által felkért szakértő becsléséből ugyanis kiderül, hogy a 96 darab fényforrás napi 24 órás használata az elmúlt héten minden egyes órában súlyos százezrekbe került a fővárosnak és az adófizetőknek. Ugye Karácsony Gergely főpolgármesteri tevékenységét szerintem a Facebookon lehet a legjobban követni. Ha jól emlékszem, akkor utoljára akkor járt a Lánchídnál, amikor ott ilyen Lego oroszlánt simogatgatott. Hát lehet, hogy a legózáshoz kell ennyi fény, de egyébként nappal alig, ha... Nem tudjuk, hogy van ennek valami műszaki megokolása, hogy hogy valóban lehet ez egy terheléses próba, vagy bármi egyéb. Mondjuk azért az furcsa, hogy ez egy egész héten keresztül napi 24 órában, de legyünk jó indulatok és megengedőek, még az is lehet, hogy van mögötte valamilyen racionális ok. Amögött azonban már kevésbé van, hogy például abból is idén mizériát rendezett Karácsony, hogy legyen egyáltalán karácsonyi vásár Budapesten, miközben egy nemzetközi nagy darabszámú szavazattal lerendezett szavazáson harmadszor nyert el a világ legszebb karácsonyi vására címet a budapesti. Abban is nagyon nehéz fantáziát találni, hogy miért variálja és csökkenti évről évre a különféle sugárútjaink karácsonyi díszkivilágítását, és ezt már akkor elkezdte még a háború előtt, még tavaly már, amikor ebben túl sok ráció nem volt. Tehát ha önmagában ez az egy hír lenne, hogy hát égve maradt a villany a Lánchídon, azon az ember úgy nem kapná fel ennyire a fejét, mint az egész összképen, amit Budapesttel művel. És akkor a fogaskerekűt még nem említetted például. Hát, nem is tudom, mit hozzátenni, az Orsi mindent elmondott. Azért még tegyük hozzá, hogy a Lánchíd felújítását Tarlós István előkészítette, és úgy készítette elő, hogy abban nem csak maga a híd volt benne, mint amit most fogunk majd valahára évekkel később visszakapni, hanem benne lett volna az alagútnak is a felújítása, benne lett volna a villamos alagútnak a felújítása, és egyébként hogy hívják most a teret, a Széchenyi térnek a rendezése is. Tehát egy sokkal nagyobb csomagot kapott volna a főváros, már elkészült volna ez a bővebb felújítás, felújítás, mint amit most fogunk, és én most megint vita van, ilyen több Facebook felvonásban szeretnék átadni, hogy most azon vitatkoznak, hogy most akkor majd, ha elkészül végre valahára a Lánchíd, akkor most csak a buszok meg a taxik menjenek át rajta, az autók mehessenek-e vagy nem mehessenek, és majd a gyalogosok meg majd valamikor később, ugye amikor az a része is elkészül. Tehát még a Lánchídról sokat fogunk beszélni szerintem. A műsor végére maradt egy jó hírünk, amit Orsi egy kicsit már előzetesen behirdetett, mert hogy az Advent Bazilika lett Európa legjobb karácsonyi vására. Mutatjuk. Minden eddiginél több szavazattal idén is az Advent Bazilika lett Európa legjobb karácsonyi vására. A szavazást a European Best Destination oldalán bonyolították, amely a leglátogatottabb turizmussal foglalkozó weboldal Európában. Az Advent Bazilika már két alkalommal, 2019-ben és 2021-ben is diadalmaskodott a rangos európai karácsonyi vásárokat tömörítő mezőnyben, megelőzve többek között Bécs, Gdansk, Bázel, Prága és Brüsszel hasonló ünnepi rendezvényeit. Nagyon jó, hogy egy ilyen gyönyörű fővárosunk van, és tudunk is vele élni, de azért én egy picit hadd gonoszkodjak, mert mégiscsak ezért ülök itt, hogy azért jó, hogy itt Karácsony Gergely nem akarta lekapcsolni a villanyt. Hát pontosabban én úgy emlékszem, hogy polémia volt belőle, hogy legyen egyáltalán karácsonyi vásár Budapesten, ha igen, akkor mekkora, kifinanszírozza, stb. És úgy tudom, hogy végül a főváros nem is finanszírozza, vagy nem teljes egészében, hanem talán az 5. kerület. És... Na de egy jó karácsonyi vásár, nem kéne megállni a üzleti alapon? Na de hát oké, de minden esetre lehet, hogy ehhez akkor is kell valami hozzájárulás, de egy ilyen címért, ami önmagában egyébként egy turisztikai felhajtóerővel bír, hogy nem a világ, de valóban Európa legjobb karácsonyi vására, ezért megéri. Tehát ezt hívják úgy, hogy befektetés a turisztikai ágazatba. Ura? Én azt tudom csak mondani, hogy Budapest gyönyörű, és én megmondom őszintén, nagyon örülök annak, hogy akár a Vörösmarty téren, akár a Bazilika előtt nagyszerű karácsonyi vásár van. Reklámozom a Nemzeti Múzeumot, szombat-vasárnap, Advent szombat-vasárnapján nálunk is van kézműves vásár, benne a múzeumban, tessék bejönni. Tehát ezek az értékek szerintem nagyon jók, és én örülök, hogy helyi politikusok nem tudják ezt tönkretenni. Én is örülök, hogy van nálunk karácsonyi vásár, és annak különösen örülök, hogy karácsonyi vásárnak hívják. Ugye Németországban, Nyugat-Európában már kezdik szégyelni, hogy Jézuska vásár, karácsonyi vásár, és hát ha nézzük, hogy egyes nyugat-európai fővárosok, most Párizsból láttam egy ilyen borzadályt, hogy egy ilyen zöld valamit raktak oda karácsonyfakét, és nem is karácsonyfának, hanem ilyen télünnep. Mint nálunk a szocializmusban, ide fogunk eljutni, fenyőünnep lesz újra, ide fogunk eljutni. Tehát addig jó nekünk, amíg nem csak ilyen szép karácsonyi vásárunk van, hanem karácsonyi vásárunk. Én garantálhatom nektek, hogy itt a Vezércikkben ez továbbra is karácsony lesz, és nem fenyőünnep, és ezt a nézőinknek is megígérhetem. Ahogy azt is, hogy majd hétfőn velünk tarthatnak újra, de most lejárt a mára szabott műsoridőnk. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Nézőinknek pedig, ahogy említettem, tartsanak velünk újra hétfőn is, amikor Máté Zsuzsa, ifjabb Lomnici Zoltán és Móczár Gábor lesznek majd a vendégeink. Ha lemaradtak bármelyik adásunkról, azt visszanézhetik a Hír TV weboldalán, a hirtv.hu/műsorok webcím alatt. Most pedig átadjuk a szót az utánunk következő híradónak. Szép estét és kellemes hétvégét mindenkinek!